következik egy rövid, közép-dunántúli várkitekintő. Küzdjél, Réka, ez az! Ez már Agár, a megújult fürdő, ahol biztonságos talajt alakítottak ki a gyerekeknek a fürdések közötti kalandozáshoz. Ez pedig Székesfehérvár, a királyok városa, a királyi, 1905-ben épített és frissen felújított szecessziós, patináns Árpád-fürdő. Az eredetiben helyreállított faragott kabinsori öltöző... Sajnos jól nézek ki, hát ezzel nagyon nehéz mit kezdeni. Vagy a mozaik csempékkel kirakott alulról is fűtött padokkal ellátott tepidárium relaxálásra, elvonulásra is alkalmas, de sokan baráti összejövetelek közösségi helyszíneként használják, ahogy most Nacsa Olivér is. A muzulmán vallásban nagyon fontos szerepet játszik a fürdés, ugyanis maga Mohamed is azt gondolta, hogy a tisztaság például segíti a nemzőképességet. Ezért minden pénteken hammamot, vagyis fürdőt rendelt el. Akár déli báb is lehetne az a hajó, amelyet ott látok megcsillani a part közelében. Az a hajó azonban nem hajó, bár annak látszik, hanem a Nautis szálloda. A turista itt Gárdonyban is éjszakázhat, mit éjszakázhat, élvezkedhet. De át is ugorhatunk Velencére, a Velence Spa szállodába. Mindkét helyről elérjük a látnivalókat. A szauna pedig, kedves nézőm, nem téli foglalatosság csak, hiszen nem arra való, hogy melegedjünk, hanem hogy edzzük a testünket. Egyébként ezek a lényegi részek, itt a drótkötelek. Ezek tartják a súlyt, tudod? Hőlégbalorra száll a turista, ahogy Verne álmodta, hogy felülről felmérjük a tavat. Hatalmas ez a lufi. Bye! Néhány perc alatt térkép a táj. A Velencei tó fölé emelkedünk. Ekkora a Velencei tó. Itt van előttünk a Sukorói Arborétum, azt látjátok itt, ahol a szép kis fácskák vannak. Itt volt alattunk a Pákozdi csata, és ott van az emlék. A látvány magáért beszél. A Hőlégballon Fesztiválon számtalan hatalmas lufit látunk majd az égen. De a cseszneki nyárra... Hát azért ez nem volt semmi ilyen helyeken sétálgatni, nem? Vagy a sümegi várjátékokra mindenképpen érdemes leszállni. Nem tudom, vannak itt sárkány által terrorizált szüzek, de jövök. Sümegen egész évben reneszánsz hangulatban válunk lovagokká, ahogy Kovács Áronnal is látjuk. Üdös törökje? Hogy dobtad ezt el? És persze az a jóféle középkori libacon vacsora is megkoronázhatja a napunkat. Nagyon jó. Spárovat sorozatunkban minden héten egy-egy wellness kezelést mutatunk be, és spa témát járunk körbe. Lehet jönni? De titokzatos kezelésre érkeztünk. Hát megérkeztünk a Tali Sense világával. Ez a illatok. Érzed ezt az illatot? Ezzel fogunk majd bepeelingezni. Ilyenkor nyáron azért is nagyon jó, mert az elhalt hámsejteket fantasztikusan le lehet peelingezni vele. Algatartalmas, sótartalma magas, és pont az olajtartalma miatt így újra hidratáló hatást tud elérni. Ebben a pillanatban az elhalt hámsejteket tisztítjuk meg. A Sárvári Spirit Hotelben járunk. A fűszeres dió illat az Amazonas partjára repít, ellazóz. Ha becsukod a szemed, még az is lehet, hogy az indiánkenuk is megérkeznek érted. A peeling után minden pakolóanyag többszörösen hatékonyan szívódik fel, így érdemes bőrradírral kezdeni a kezeléseket. Magyarország a világ egyik leggazdagabb területe termál, ásvány és gyógyvizekben. A 20 fokos hőmérsékletnél magasabb víz, ami vagy feltör, vagy úgy hozzuk fel, az a termálvíz. Amennyiben orvosi bevizsgálás történt a vizekkel, akkor nevezhetjük gyógyvíznek, amikor bizonyították a gyógyhatását. Általában nem csak medencékben áztathatjuk magunkat a gyógyvízben. Az úgynevezett kádas kúrák még intenzívebb hatást váltanak ki.
nagyon kiváló hatása van degeneratív gerinc és izületi betegségekre. A fürdőreakció általában a kúra után 4-5 nappal jelentkezik, amikor a páciensnek a javulás előtt mindene fáj. A gyerekek szervezete különösen érzékeny. A gyógyvíz nem gyermeknek való. A gyógyvíznek gyógyhatása van, ez egy ingerreakciót ad a szervezetnek. Kismamák se fürödjenek gyógyvízben. Mielőtt bemegyünk, zuhanyozzunk. És labdázni, ugrálni sem illik a meleg vízben. A gyógyvízben nem kell mozogni. Nem egy aktivitást igénylő terület, ez egy meditatív, lecsendesítő, ülünk és gyógyulunk, és hagyjuk hatni a vizet magunkra. Ez itt a kalandjára! A hely, ahova most megyünk, gyakorlatilag mindenkinek kellett a történelem folyamán. A keltáknak, a rómaiaknak, a Habsburgoknak, a magyaroknak, a szovjeteknek. Ma is stratégiai helyszín, egyre inkább a turistáké. Komárom! Huszárok lövései rengetik meg a titokzatos falakat. A helyszín a monostori erőd Komáromban. Közép-Európa legnagyobb erődrendszerének legnagyobb erődjében, a komáromi monostori erődben vagyunk, annak is a főkapuja előtt állunk. Az osztrák-magyar monarchia idején építették 250 ezer katona elszállásolására. A legkülönösebb itt látható ezek a küklapsz falak, az minden egyes köve helyben faragva került összeállításra. A II. Világháború után a monostori erőd a szovjetek szupertitkos fegyverraktára lett. Egy-két magyar emberek kívül senki nem járt 46 éven keresztül az erődökben. Miután a katonai alakulatok elhagyták az országot, lőszermentesítették a területet és átadták a látogatóknak a Dunabástyát. Akkor derült ki, hogy az épület Közép-Európa legnagyobb fegyverraktára volt. Ha felrobbant volna, akkor ma Komárom nem lenne a térképen. Több mint 6000 ember építette annó, és egy különleges technológiát alkalmaztak. Íme itt már nem a falak védték a katonaságot, hanem a tereket borító, néhol több méter vastag földréteg, és ettől ilyen különleges rejtett ez az erőd. Nem csak a filmesek látnak fantáziát az erődben, a környékbelieket, talán amiatt, hogy 46 évig szinte senki nem tehette be a lábát ide, ma is több kérdés izgatja. Az egyik legnagyobb kérdés vagy rejtélye az erődöknek, hogy van-e alagút a Duna alatt, amely összeköti a túloldalon, túlparton lévő erődöket ezekkel. Itt számos kisebb alagút vezet be a Duna alá, amelyek be vannak omolva, így ezt nem tudhatjuk biztosra, de elképzelhető. A 1848-as vitézek harcolnak a magyar hazáért, persze csak játékból. A bombabiztosra tervezett erődben valójában ugyanis sosem volt csata. Pont mire elkészült az erőd, rá egy-két évre jelentek meg a ballisztikus ágyuk, amelyek immár hiába volt a földborítású hatalmas erőd, be tudtak lőni az udvarra, illetve a helyiségekben, és így hadi funkcióját elvesztette. Hazánk egyetlen kenyérmúzeuma, mint a béke jelképe, azonban itt található. Csaták helyett pedig rendezvények különleges helyszíne az erőd. Képzeljék el, amikor amerikai óriás autók gördülnek az erőd falai között, de aki inkább a hasát szereti, annak majd a pékek sütnek illatos kenyeret egy pár héttel később. A 33 fesztivál lesz két téren a 22 ezer lakosú Komáromban jövő júniusig, ahol padon csókolózni sem tilos. Kihozzuk az emberek közé ezeket az eseményeket, és ők ezáltal szokjanak hozzá, hogy a térre célszerűen menni, és a téren mindig fog történni valami, reményeink szerint nem csak ebben az egy évben. A Jókai és a Szabadság téren a nyáron lehet majd táncolni, dalolni, vagy csak nézni, és természetesen enni, inni. A közösségi terek megtelnek ismét élettel. Az Európai Dalos Gasztropúcs, ez konkrétan ezen a téren lesz. Itt aki ellátogat ide hozzánk, ez megismerhet többféle népnek, tehát akár erdélyeket, felvidéki, francia, akár így itt várjuk a testvérvárosainkat is, nekik az étkezési kultúráit és a különleges ételeiket, amelyet azért nem minden nap fogyasztatnak az emberek. A római korban Brigéció néven
Pannoniának volt az egyik legnagyobb erőssége, katonaváros volt elsősorban. Középkorban virágzó kereskedőváros volt, 1848-49-es múltunk nagyon büszke, úgy gondolom, hogy Klapka tábornok nevét mindenki ismeri az országban, és hát nagyon szép fejletei voltak az nem csak Komáromnak, hanem Magyarországnak is. Bécs, Pozsony és Budapest három főváros is mindössze egy ugrásnyira. Az itt lakó emberekről azt tudom mondani, hogy természetesen kedvesek, vendégszeretők, de azt kívánom, hogy mindenki, amit csak mondtam, jöjjön el, és erről saját maga győződjön meg. Rendezvények előtt vagy után persze befejezhetjük a napot a helyi fürdőben. A műsorszám támogatója a Szent Királyi Limonádé. Mi köze az ősember Samunak az ásványvízhez, amit ma iszunk? Mi a különbség a szódavíz és a buborékos ásványvíz között? Mindjárt kiderül. A Víz arcai sorozatunkban a következő hetekben tiszta vizet öntünk az ásványvizes pohárba. Kezdjük is mindjárt az elején, a születésnél. Minden mélységbeli víz csapadékvízből származik. Ennek az a lényege, hogy ugye hegyvidékeken ez a csapadékvíz leesik, a folyóvízi hordalékkúpokon, kavicsokon keresztül ez beszivárog nagyobb mélységbe, és akkor elfoglalja értelemszerűen a különböző szinteket, és ahogy töltődik föl egy alföld, úgy különböző agyag meg homokrétegek így rétegződésbe elhelyeznek. Különleges geológiai helyzetben van Szentkirály például itt az Alföldön. Annak idején ugyanis itt folyt a Duna. 2,4 millió évvel ezelőtt jelent meg, és körülbelül 800 ezer évvel ezelőtt vándorolt el. Mára körülbelül 50 kilométerre innen érjük el a Dunát. Egy ős Duna kanyar volt egyébként itt Szentkirálynál, és az érdekesség az, hogy 150 méter, mikor elvonult innen az ős Duna, 150 méter agyagréteget hagyott maga fölött. Ez a lencse. Agyagot, amelyen nem jut át a szennyeződés, így tudta megőrizni az ősi állapotot. Ezt 150 méter, ami a lényeg, 150 méter agyagréteg védi. Egy olyan mikroklimát hozva ezzel létre, ami miatt teljesen steril a környezet. A víz télen-nyáron 18 Celsius fokon jön föl. Tehát az itteni ásványvíz csak nem egyidős az emberiséggel. A pekingi előember is ihatott volna az 1 millió éves jégkorszaki lencséből. Amihez képest a vértes szőlősi Samu 300 ezer évével kisbabának számít a világhistóriában. A tiszta ásványvíz felhozatala azért is olyan fontos, mert hazánkban sok helyen fertőzött a víz. Az arzent például nem csak a krimikből ismerjük, mint gyilkos fegyvert. Magyarországon nagyon komoly az arzén probléma, és elsősorban a közműves vizekben, csapvizekben. Tízszeres határértékek is előfordulnak a vízben. Elsősorban daganatos betegségeket tud okozni. Különböző máj károsodás, vesekárosodás, bőr daganatos betegségeit okozhatja, és hát természetesen toxikus hatású, tehát mérgezést is okozhat, hogyha valaki nagyobb mennyiségben fogyaszt ilyen vizet rövid idő alatt. Ásványvizek esetében mindig a határérték alatt kell lennie ennek az arzéntartalomnak, ezért aki palackozott ásványvizet választ, az biztos lehet benne, hogy ez teljesen biztonságos termék az egész család számára. A Víz arcai sorozatunkban minden héten bemutatunk egy-egy tévhitet. A hét tévedése, az ásványvíz megegyezik a szódavízzel. Nem is olyan régen, ha valaki bement egy étterembe, akkor és kért ásványvizet, akkor habozás nélkül kihozták neki a gépi, úgynevezett gépi szódát, ami tulajdonképpen nem állt másból, mint egy tisztított vezetékes vízből és a hozzáadott széndioxidból, a buborékból, a szénsavból. Attól gondolták az ásványvizet ásványvíznek, hogy benn van a buborék. A buborékoknak tehát semmi köze az ásványvíz fogalmához. Hogy mitől is lesz savas vagy csendes a víz, arról egy hét múlva. Ma jegyezzük meg a következő fogalmat. Védett vízadó réteg. A védett vízadó rétegekből származnak a természetes ásványvizek, amelyek fölött még több réteg található, és ezek védik meg a forrást és a vizet a szennyeződésektől. A műsorszám támogatója a Szent Királyi Limonádé. És most következzék a játék. Mely magyar városban található a monostori erőd? A válaszokat a kalandjarat@tv2.hu-ra várjuk. Értékes nyereményeket sorsolunk ki.
A hónap nyereménye egy wellness hétvége bokborvacsorával a Villányi Bokpince panzió felajánlásában. Nyerjen egy Danubius wellness hétvégét a nyári csobbanás jegyében Hévízre, Bükkfürdőre vagy Sárvárra. És most búcsúzunk a nap érdekességével. Tudta-e, hogy Gárdonyi Géza a szegedi Csillagbörtön lakója is volt? Ugyanis az egyik politikus, akit kifigurázott, annyira megsértődött, hogy kihívta párbajra. Mivel ez tilos volt, ezért bezárták őket a börtönbe. Mi találkozunk legközelebb egy hét múlva, addig is kalandra fel, mert utazni itthon jó! Nézd meg egzotikus sí és magyar utazásainkat a www.tv2.hu kalandjárat videóin, mert itthon utazni jó!